Elmed adott a történetet, már mindenki hallotta. Van, aki él, és akad, aki halott. A világ a lelkét az ördögnek eladta. Vasárnap reggel a templomba tömeg. Van, aki fiatal, és van egy csomó öreg. Van, aki hiszi, és van, aki vallja, hogy a születés az eleje, a halál meg az alja az életnek. Szerintem tévednek, ez semmi köze nincs az éveknek. Remélem érted, amiről éreknek, a maguk bármikor utolérhetnek. Bánattal, vagy örömmel, de én harcolok fokkal körömmel. Az élettel, a halállal, hogy a jóból egy jó nagy kanállal adjon az ég. Mindent, amit szeretnék, adjon az ég. Mindent, amit szeretnék, adjon az ég. Mindent, amit szeretnék, adjon az ég. Adjon az ég! Vasárnap reggel a templomba tömeg. Van, aki fiatal, és van egy csomó öreg. Van, aki hiszi, és van, aki vallja, hogy van, aki a hangját hallja is. Mindenkát, a szívén át, és ha baj van, benyom egy szirénát. Ha kinyújtod, ő majd fogja a kezed, és mindenen keresztül vezet. Bánattal, vagy örömmel, de én harcolok fogkal körömmel. A halállal, hogy a jóból egy jó nagy kalállal adjon az ég. Minden, adjon az ég. Minden, adjon az ég. Adjon az ég. Adjon, adjon az ég. Ez az, Jaricsák lesz és Simon Kornél. Na ez dögös volt. Jaj, de jó, hát ti is teljesen magnetizálottatok a daltól, tényleg olyan kakó volt benne. Nézzek, Tibi lefagyott. Mondjuk életében először történt meg, hogy így elmentek mellette. Ez furcsa, hogy elmennek mellettem. Nem azt akartam mondani, hogy nagyon durva, de az volt az érzésem, hogy a dal felénél tartunk. Tehát, hogy nekem nagyon durva, annyira jól szórakoztunk, annyira szórakoztató volt és grandiózus, hogy azt hittem, hogy még nincsen vége. Ugyanakkor el kell, hogy mondjam azt, hogy elképesztő, amit nyomattok a színpadon. Olyan energia van bennetek, és ami nagyon fontos, hogy még van bennetek olyan tartalék, és ez a durva, hogy tudtok mozgósítani, amikor úgy érzed, hogy picit kevés, akkor tudsz még beletenni többet, és ez szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog lehet a végjátékban, hogy vannak még bennetek tartalékok, és ez zseniális. Ugyanakkor azért ünneprontó is kell, hogy legyek, mert én most már értek valamit, most költözünk egy ilyen új albérletbe a párommal, és mondták, hogy 4-6 hét az új nyílászárok azért, mert nem dolgoztok, ember, hanem bulisztok, rock'n'rolloztok, ahelyett, hogy csinálnátok a rohadt ablakaimat. Na, hogy erre figyelj! De ez nagyon szép volt, gratulálok! Andi? Bevallom őszintén, hogy az előző produkciótok alatt egy kicsit meginoktam, és attól féltem, hogy ez a páros most elkezdett fáradni, ki fog a dolog lukadni, és hogy fogtok ebből visszatornázni? Embertelen jó volt. Köszönjük szépen! Full energia, pontosság! Figyelj, Vecsa, te minden hangot tudsz énekelni? Szórakozol? Igyekszem. Elképesztő volt. De az beteg a Vecsa egyébként. Látom, hogy köhög. Hát ez... Látom, hogy köhög. De neked ez is jól áll. Tehát mondasz, hogy direkt nem, volt. De nem, és Kornél, neked nem akarok már mondani semmit. Te úgy vagy őrült, ahogy kell. Ahogy kell, öreg. Hibátlan. Köszönöm. Remek volt, zseniális volt. Szuper volt. Kuki? Akkor szakmazunk újra. Na tessék. Szeretnék tanulni. Ez már túlprofizmus volt. Az mit jelent? Túl profi? Túlprofizmus volt, túl profi, nincs hiba, tökéletes minden. Ez hogy lehet? Ez hogy lehet? Mondd ki már nekik azt a varázslót, amiért ott állnak. Ezt mondták a filmjükben is. Hogy kibufogó? Nem, mi volt a varázsszó? Most nem elfelejtettem. Megvettem! Hát, ezt fel kell elni, várjál. 3-2-1, tessék. Ezt megvettem! Köszönjük szépen! Boldogság már megvan, reméljük a pontok is meglesznek hozzá.
Na, Kuki, tőled kezdjük. Mit hát jelent a megvettem neked ma? Ha tökös vagy, most adsz egy hármat. Kettő, hát 10 pont! Szuper jó, Andi. 10, lenyűgöző. Köszönjük. És jön még Tibi. Energiák összeadódnak, figyeltek egymásra, támogatjátok egymást, igazi páros, erről szól a nagy duett, 10 pont. 30 pont, köszönjük szépen, hát egy gyönyörű befejezése volt az elődöntő verseny részének.